2022-ben a teljes körű inváziót követően megháromszorozódott azoknak a 25 és 60 év közötti hallgatóknak a száma, akik második vagy harmadik diplomájuk megszerzésén dolgoznak. Ezt a Parlament Nemzetbiztonsági Védelmi és Hírszerzési Bizottságának tagja Fedor Venislavski mondta a telemaraton adásában. Amennyiben valaki 30 éves kora után úgy dönt, újabb diplomát szerez, az lehetséges. De az, hogy hirtelen ennyien határozták el magukat, az nem reális, mondta Veniszlávszki. Majd hozzátette, hogy a törvényhozásban sok vitát váltott ki a másoddiplomás képzésben résztvevő hallgatók mozgósításának elhalasztásáról szóló törvénytervezet. Az Ukrinform korábban azt közölte, mintegy 60 ezer férfi használta ki a továbbképzést annak érdekében, hogy elkerülje a sorozást.